Utólag is boldog valentinapot kívánok mindenkinek, bár nem hiszem, hogy szoktak ilyesmit kívánni, de ja, azért boldog valentinapot mindenkinek. Sziasztok srácok, én Viccelek vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai videóban. Az intrót igazából fölösleges elhúzni, nézzük is a videót. Szóval srácok, ahogy láthatjátok is, ugye ez már címből is mondjuk kiderült, a mai videóban úgymond a lehetetlen, amikor megtörténik, azt fogjuk megnézni, hogy milyen. Hát nem tudom, ez most az volt-e vagy sem, na mindegy, kicsit fekete humor. A lényeg, gyerekek, lesz néhány olyan felvétel, ami nagyon vicces, lesz néhány olyan, ami igazából, jó, mondjuk, talán nem is az, hogy vicces, de lesz nagyon sok lenyűgöző felvétel. Itt most, ahogy láthatjátok, például elütötte hátrafelé a golf labdát, és váó. Hátrafelé beütötte a labdát golfba, szép. Tehát igazából erről fog szólni a mai videó, lenyűgöző felvételek. Lássuk, mivel fogna minket lenyűgözni. Ez sem rossz mondjuk. Kis srác nézve beütötte a labdát. Kis aranyos. Ó, váó. Ez igazi lenne vajon, vagy lehet, hogy csak Photoshop volt? Ó, jó, hát igen, azért van ebben vicces dolgok is. Véletlenül kiadta ez az ellenőrző kód az N betűs szót, amit már nem szabad csak úgy kimondani. Na itt meg itt a következő srácok. National Sex Offendersnél kiadta a kódnak a 69Me feliratot. Ja, van amikor a véletlen megtörténik, és amikor a véletlen elég vicces. Ó-ho-ho! Ja, ezt már egyszer régebben láttam. Gyors hajtás, el akar-e kapni a kocsit, elrepül a madár és megmenti az emberkének a napját. Kapott egy kötényt, miközben átpasszolták. Na jó. Jó, a biliárdban mondjuk... Nem, jó, ez tudja, hogy valami... Ez vagy egy reklám... Nem, ez egy reklám, ez tudja, hogy valami kamu. Ez nem lehet. Ennyire profi lett volna az ember ekkora, vagy csak a szerencsé volt ekkora nagy? Jó! Mekkora gyerekek! Hogyha bedobta volna a büntetőt, akkor nem kapott volna elég pontot. Ugye kijátszották úgy, hogy több pontosra dobjanak. A vonalról kívülről meg tudják dobni a több pontosra. Ez nagyon durva. Kötő mindenhol. Ezeket a videókat még nagyon bírni szoktam, amúgy ebben már láttam sokat. Majd azt nézem úgy, váó. Oh! Jó, ez a fej teszi teljessé. Azért az úgy para, hogy egy így... Gyerekek, közben bemegy, éppen elkaptad, hogy a korom még be nem csapul. Na jó, gyerekkor, srácok! Amikor hátraülsz a szüleid kocsijának a hátsülésén és számolod, hogy pont akkor állja meg, és tippelgettek, hogy mikor fognak majd megállni. Ez mondjuk ez laza volt, ezt már lehet kipróbálom egyszerűen is, hogy hátha. Sőt, gyerekek, ez kis... Ez akkor lett már csak még nagyobb bossz, hogyha ivott is volna belőle. Viszont az előzőnek a sikerén felbuzdulva, legalábbis a videóban nézve, szereztem egy tollat, és meg fogjuk próbálni ide szépen bedobni a fülem mögé. Ez jó, mert már most nem akar itt megállni. Jó, ez nem lett össze. Most sikerülni fog, második próbálkozás. Na majd harmadikra, hogy tudjátok, három a magyar igazság. Nézzük hát majd most. Ó, hát ez nem volt annyira közel. Jó, még próbáljuk meg a másik oldalt, oldalnézetből hát, ha sikerülni fog. Jó, hagyjuk gyerekek, ez nem egy egyszerű feladat. Inkább nézzük tovább a videót. Jó! Gyerekek! Jó! Na jó, ez az ember. Ez baromira laza volt, gyerekek. Hát a hátsó embernek nem ez volt éppen a cím, nekem, de ez óriási volt. Ez mekkora kreativitás, mekkora stílus, ez hatalmas volt. Micsoda a katona feeling. Hát gyerekek, itt van igazából a kabátom már hozzá, csak kéne a pisztoly. Ezt én is nyomnám itt az oldalra lövöldözéseket. Ó, és magának feladta? Jó. Ne,
Mi? Ne! Az igen! Az igen! Na egy ilyet hányszor próbálnak meg gyerekek? Nem elég, hogy jól kell pattania, időből ott kell lenned, aztán megint jól kell pattani a másik kukáról. Ez a visszahol, az igen! Hogy visszahozta? Ez óriási, gyerekek! Ez nagyon óriási volt. Oh! Az igen! Az nem tudom, hogy kamu volt, de az boss. Az tényleg boss. De rossz gólerem. Azért szívesen egyszerűen is beadnék egy ilyesmi felvételt, hogy így konkrétan... Jó, azért nem egy ilyet rögtön kezdése, mint az előző, de... Ja. Oh! Stílus, nagyon stílus, pont Valentin napra még stimmel is. Igazából remélem, hogy nektek is tetszik ez, srácok, hogyha igen, akkor mindenképp jelezzétek egy lájkkal. És ez teljesen valóságos, higgyetek nekem, végül csak 500 ember utazik azon a repülőgépen, és ilyen őrült mutatványokat csinálnak, és ez higgyetek el, valóságos volt. Nem, igazából az volt inkább lenyűgöző, hogy milyen szépen meg tudták ezt animálni, mert nyilvánvalóan trükk felvétel volt, de ja, jól nézett ki. Szóval, ja, srácok, hogyha tetszétek ez az egész videó, akkor mindenképp jelezzétek egy lájkot, és hogyha tényleg összegyűlik mondjuk 1500 lájk, hogyha esetleg ezt így kitűzünk célnak, akkor 1500 lájk után hozok egy második részt, és ismét megnézzük a lenyűgöző és hihetetlen sztorikat. Ilyen magasra felülik egy ember a földről, vagy ez dobbantóról ment, vagy ez mi volt? Elég lazó volt. Ó, ezek is nagyon jól néznek ki, abban is már láttam egy párat. Na jó, hát nekem végem van. Az igen! Wow! Az szép! A kreativitás és a falusi élet. Ja. Ez is nagyon komoly. Jó! Á, gyerekek, ez hatalmas! Amerikában vannak ezek az emberek, akik így reklámoznak a... Ebben nem jövök ki a sehogy, úgyhogy ez... Nem tudom erősíteni a gyerekek. Remélem tehát, hogy nektek is tetszett a mai videó, hogyha ez így volt, akkor ezt egy lájkot tudjátok majd nekem jelezni. Valamint, hogyha még nem lennél feliratkozva, akkor ezt mindenképpen tedd meg, így nem fogsz lemaradni a következő videókról. És egyébként pedig csak kíváncsi lennék, hogy szerintetek melyik volt a leginkább lenyűgöző a mai videó közül, úgyhogy kommentben írjátok meg nekem, hogy hány perc és hány másodperctől kezdődött, mivel kíváncsi lennék, hogy ti hogyan láttátok. Én személy szerint, hogyha nem mondjuk azokat a hölgyeket, akik a videóban szerepeltek, szerintem melyik volt a leginkább lenyűgöző? Szerintem igazából az, amikor a repülőgép nyomott egy ilyen dugóhúzó fordulatot, mivel ott igazából azt tudtam értékelni, mennyire jól megcsinálták ezt a trükkfelvételt, az elég jó volt, azon kívül pedig igazából az összes szinte nagyon menő volt, úgyhogy ja, de ha egyet kéne választani, akkor az a repülőgépes volt. Szóval srácok, én köszönöm nektek a figyelmet, legközelebb ismét találkozunk, addig is még, sziasztok! Ja, és amúgy vigyázzatok magatokra, és amiket a videóban láttatok, azt ne próbáljátok ki, mivel valószínűleg vagy nagyon profik és gyakorlott emberek, vagy simán csak őrültek. De vigyázzatok magatokra, és ne próbáljátok ki ezeket.